finanszírozott, tehát hitelszerződést kötöttem a leasingcéggel. 2,5 millió forintos hitelet tölővel a személygépkocsira. Fix konstrukciós hitelt vettem fel, ami azt jelenti, hogy 120 hónapon keresztül 31.000 forinton kell törleszteni ezt a hitelt, amit 8 éve törlesztek is. Egy oldalon felmondták a szerződésemet október 2-án, amikor a megfizetett törlesztés után felül legyizatott 20.000 forintos tételt követeltek rajtam. Kiadták harmadik személynek az adataimat, aki elkezdett keresni lakcímen, telefonon, e-mailen keresztül, hogy a fennálló tartozásomat, ami szerintük 8 év után 2,2 millió forintra növekedett, egy összeggel fizessen meg, ellenkezésedön pedig számlasztosan vissza a gépjárművel, ami az én tulajdonom, tehát nem is kerülhet vissza számlasztatásra, mert a bank soha nem volt tulajdonos a gépjárműnek. Ezt nem tettem meg. Zaklattak, kerestek, és január 3-án elfelejtettek a gépjárművemet a munkahelyen parkolójából. Próbáltam többször feljelentést tenni a rendőrséget, és így a rendőrség sem közreműködő ilyen esetekben a megváltás. És végig fizett egyébként a törlesztő részleteket? Tehát csak ezen a vitatott 20.000 forinton múlik a történet? Ja, igen.